Nem csak mint a város polgármestere, hanem mint gazdaember is köszöntöm Önöket, és örömömre szolgál, hogy helyszíne lehetünk egy ilyen rendezvénynek. Államtitkárról itt építettünk, hogy nem olyan régen találkoztunk, és fölgyorsultak az agráresemények is itt a városban mostanság, de hát ennek van most az időszaka. Cegléd volt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ülésének házigazdája. Október 16-án megkezdődtek az előleg kifizetések. Számtalan olyan pályázati döntés is született, ami nagymértékben meghatározza a ceglédi és környékbeli gazdák életét. Erről is beszélt Kis Miklós Zsolt, agrárvidékfejlesztő felelős államtitkár. Kertészeti pályázatok, állattenyésztéshez köthető pályázatok, agrárkörnyezetgazdálkodás, és ezek az intézkedések nagy befolyással bírnak majd a térség mezőgazdaságára, és hát folyamatban vannak olyan pályázati ügyintézések is, mint például mondjuk a borászatoknak a kérelmei, vagy olyan támogatási kérelmek, amik mondjuk az önkormányzatok számára külterületi hutak fejlesztését tudják segíteni, tehát elég sok minden van, amiről számot tudok majd ma este adni. A vidékfejlesztési programon belül is a közép-magyarországi régió számára külön forrás van elkülönítve. Ez most a Pest megyei gazdák számára jó hír, hiszen arányaiban is jobb támogatásban részesülhetnek. De az államtitkár beszélt a közelgő kamarai választásokról is. Letelt az a ciklus, illetve közeledik a ciklusnak a vége, amit annak idején 4,5 évvel ezelőtt a MAGOSZ és a szövetséges szervezetek megkezdtek. Most eljött az az idő végre, hogy ismételten megméreteti magát ez az érdekképviselet és a szövetséges, hiszen egy közös listán indulunk a többi más agrárszervezettel együtt, kivéve egy másik szervezetet, a MOST, amely most 4,5 év után ő is megméreteti magát a megyében. Országosan 19 megyében kell ilyen listát állítani. Ez a szervezet mindössze 9 megyében tudta ezt megtenni, tehát ha matematikát figyelembe vesszük, akkor ezeket a kamarai választásokat ők már elveszítették. Ugyanakkor a megyében indultak, és nem mindegy, hogy a megyei vezetést kik fogják alkotni, hiszen például a megyei földügyekben nem mindegy, hogy a gazdákhoz közel álló MAGOSZ és a vele szövetséges szervezetek képviselői lesznek-e benne, fogalmazott az államtitkár.